Elismerték, hogy vétkesek, ezért nem fellebbeztek. Így kommentálta a székutasi TSZ elnökével szemben jogerőre emelkedett ítéletet Szél István, székutas polgármestere. Az ítélet szerint Szenti Imrét, a szövetkezet elnökét több mint 100 millió forintos sikkasztás büntettében találta bűnösnek a taláros testület. Amint arról a per során és az ügy kirobbanása kapcsán folyamatosan beszámolt híradónk, még 2010-ben a székutasi TSZ felügyelőbizottsági tagja jelezte Lázár János országgyűlési képviselő felé, hogy törvénytelenségre utaló dolgok történnek a szövetkezetnél. Ekkor maga a képviselő sikkasztás és hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést a vélt károsultak nevében, de keresettel élt a felügyelőbizottsági tag is. Hosszas nyomozás és adatgyűjtés után 2012. szeptember 27-én a Vásárhelyi Városi Ügyészség vádiratot nyújtott be az ügyben. Hűtlenkezelés, 821 rendbeli sikkasztás és más bűncselekmények elkövetése miatt. Az ügyben 2015. november végén született ítélet, amely mára jogerőssé vált, hiszen bár Szent Imre és ügyvédje gondolkodási időt kért, nem nyújtottak be fellebbezést. Kibukott az igazság, ő maguk is elismerték azt, amit az ügyészség megállapított, tehát vétettek és vétkesek. Egy cég vezetésénél és egy cég vezetésében, amely termelőszövetkezet, közel 50-60 embernek ad munkát, és mezőgazdaságból dolgozik, a település legnagyobb foglalkoztatója, és rengeteg embernek adósa egyébként, akár erkölcsileg, akár anyagilag, annak azt gondolom, hogy és egyébként meg ebben a korban már illendő lenne lemondania. Székutas polgármestere szerint mindenképpen új ember kellene a szövetkezet élére, hiszen jönnek az uniós pályázatok, amelyeken indulnia kell a TSZ-nek, fejleszteni, beruházni elengedhetetlen ma már. Szent Imrének a lemondás mellett a bocsánatkérés is a minimum kell, hogy legyen Szél István véleménye alapján. Az, hogy kiáll a székutasiak elé, kiáll az a 700-800 ember elé, akit ilyen tekintetben megsértett, még akkor is, hogyha egyébként menet közben valami úton módon javaslatra kifizette ezen pénzösszeget. Elnézést kér, és ezt követően lemond, és ilyen tekintetben tiszta és új lapokat teremt a termelőszövetkezet élén. Szél István már többször lenyilatkozta a televíziónknak, ha kell, szívesen elvállalja az elnöki posztot ingyen is. Ne ezen múljon, ne azért nem mondjolom, mert esetlegesen én jönnék, úgyse fogok oda menni, de új ember legyen mindenféleképpen. Híradónk többször is kereste telefonon a jogerősen elítélt Szent Imrét, ám adásunkig nem tudtuk elérni. Természetesen továbbra is bármikor lehetőséget adunk számára az üggyel kapcsolatban nyilatkozni.